Nem csak az épületen belüli részeket, hanem az iskola környékét is szeretnék rendben tudni a tópartisok. Környezetük szebbé tételére még külön programot is hirdettek. Kacsalá programnak neveztük el, és ez ebben a tanévben már a harmadik hadműveletét jelenti. Úgyhogy szeretnénk valami olyan környezetet teremteni a nyárra már, ami a városlakóknak is egy kedvelt területet fog adni az időtöltésre. Tanárok, diákok és szülők dolgoztak közösen szombaton délelőtt. Eldobott palackokból építettek tutajt, erre gyűjtötték a tóból a szemetet, az összefirkált falakat pedig megtisztították és lefestették. Nem túl szép ez a fal, szerintem onnan jött az ötlet, hogy ezt újra le kéne festeni, és igazából bízom benne, hogy nem fogják újra összerondítani, mert azért elég sokat dolgozunk vele. Az akció keretében elvégezték a zöld felületeken szükséges gajazást, kapáltak és gerebjéztek is a résztvevők. A környezetszépítő délelőtti munkát pedig közös ebéddel zárták.